A Davoszi Világgazdasági Fórumon is az egyik központi kérdés az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból, és ennek mikéntje. A legközvetlenebbül érintett Európai Uniós tagállam Írország, amelynek miniszterelnöke Leo Varadkar interjút adott az Euronewsnak. Az okozza a problémát, hogy ott a határidő, pontosan ez, hogy nem emelhetnek fizikai határt a szigeten 3, 5, 6 vagy 10 évig, de aztán igen, és itt kezdődik a bonyodalom. És gyakran az emberek, különösen azok, akik az Egyesült Királyságban támogatják a Brexitet, ők azt mondják, hogy nem akarnak fizikai határt, de nem akarják a garanciát sem. De mit ajánlanak cserébe? Mindössze azt, hogyha lemondunk a garanciáról, akkor megígérik, hogy megoldják valahogy a dolgot a következő 2 évben. Esetleg valami olyan technológiával, ami ma még nem is létezik. Az előnytelen alkupozíció azonban csak a tünete egy átfogóbb problémának, amely a Taoiseach szerint is egy gordiuszi csomóval ér fel. Az én meglátásom szerint az egyetlen hosszú távú megoldás a fizikai határ elkerülésére, hogy teljesen vagy csak nem teljesen alkalmazzák az uniós vám és piaci szabályokat. És ez egyértelműen ütközik azzal az állásponttal, hogy az Egyesült Királyság önálló lehet ezekben a kérdésekben. Ezt a kört pedig még nem négyszögesítették. Az nem lehet, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Nem lehet élvezni az EU összes előnyét, és közben független politikát folytatni. Az ír kormányfő úgy vélte, a kilépés kevesek rossz döntéséből sokak problémájává vált. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt a problémát az Egyesült Királyságban hozták létre. Szerintem eléggé önpusztító, de ez az ő dolguk. De azoknak is gondot okoz, akik nem szavazták meg a Brexitet, köztük az északírek többségének, és azoknak is, akiket meg sem kérdeztek erről, pedig érinti őket, így például az Írországban élőket.